hogy a fiatalokkal mi történik, mert mindig ez a legizgalmasabb. Azt látjuk egyébként, hogy a média hatásaira, egyébként negatív hatásaira leginkább az idősek és a legfiatalabbak, tehát ők veszélyeztetettek, az ő esetükben van a legnagyobb jelentősége annak, hogy ezeket a problémákat tudatosítsuk. Gyilkos harca figyelmünkért címmel tartott előadás dr. Guld Ádám generációkutató Szekszárdon. Az esemény alkalmával tágabb képet kaptunk a Z és alfa generációt leginkább sújtó problémákról, így az elmagányosodásról, közösségi média függőségről, leépülő memóriáról, illetve kötődési nehézségekről. Az elmúlt 15 évben foglalkozik a tudomány azzal a kérdéssel, hogy a felhasználókra milyen hatással van az a média környezet, média kultúra, amiben a napjaikat töltik, és ez jelentős befolyással van a memóriára is. Én elsősorban a fiatal generációkkal, a Z generációval foglalkozom. A legfrissebb kutatások alapján egy átlagos Z generációs, átlagos figyelem időtartama 2,5 percre csökkent az elmúlt években, és talán még ennél is érdekesebb információ az, hogy egy fiatal figyelmének a felkeltésére mindösszesen 3 másodpercünk van. Tehát, hogyha ennyi idő alatt nem kap olyan érdekes információt, olyan érdekes tartalmat, ami megragadná a figyelmét, akkor el is vesztettük. A Z generációba azok a fiatalok tartoznak, akik 1995 és 2010 között születtek, és őket nevezzük az első digitális nemzedéknek, hiszen ők azok, akik beleszülettek a digitális forradalomba. A szakértő hozzátette, hogy az ő életükben a legmeghatározóbb szociális tényezőként jelenik meg az online világ, és ebben töltik az idejük nagy részét. Ebben szerveződik nagyon sok esetben a magánéletük, a kapcsolataik, a baráti kötődések is, tehát ezt tételezzük fel az elsődleges tényezőnek, az egyik legfontosabb tényezőnek az ő életükben. Ugye utalt a magányosságra, valóban a legfrissebb kutatások azt mutatják, hogy az összes generáció közül úgy tűnik, mintha a Z generáció lenne a legmagányosabb. Ez nagyon valószínű, hogy magával a média használattal függ össze, hiszen azok a fiatalok, akik napi 6-7 vagy akár hétvégente 10-12 órát töltenek online tartalmak fogyasztásával, ők nem találkoznak egymással személyesen. Megfigyelhető az is, hogy a legtöbb esetben ezek a kapcsolatok csak virtuálisan léteznek, amik nem elégítik ki az ember kapcsolódási igényét, és ezek a platformok valójában csak a társaság illúzióját tudják megteremteni. A kutató kiemelte, hogy fontos tisztában lenni mindenkinek, hogy milyen problémákkal küzd korunk globális és digitális nemzedéke.